Este felhős, borús lesz az ég, többfelé előfordulhat gyenge eső, 14-15 fokig süllyed a hőmérséklet. Szerdán a gomoly felhős napos időben elszórtan ismét számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Utóbbiakat néhol felhőszakadás, jégeső kísérheti. Keleten zivataroktól függetlenül időnként élénk lehet a déli szél, hajnalra a Dunántúlon többfelé képződhet pára, sekélyköd. Zalában 15 fokkal indul a reggel, gyengén felhős időre számíthatunk. A maximumok napközben 23 fokig emelkednek. A folytatásban csütörtökön gyakran zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, továbbra is több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Reggelre főként a Dunántúlon, máshol néhol párássá, ködössé válhat a levegő, keleten helyenként élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet a szél. A jelenlegi számítások alapján pénteken és szombaton hasonló időjárásban lesz részünk, a napos időszakokat záporok, zivatarok szakítják meg, majd vasárnap már a napsütés kerülhet túlsúlyba, a légmozgás csak néhol támadhat fel, illetve zivatarok környezetében. Marad a mérsékelt nyárias meleg.